Sziasztok, egy újabb Blu-ray bemutatóval jelentkezem, ez pedig a Jó, a Rossz és a Csúf, Sergio Leone a rendezésében és Clint Eastwood-dal a főszerepben. Igazából nem rég szereztem be ezt a filmet, mert most újra kapható volt, és ráadásul le is volt akciózva. Egyébként ez egy 2016-os kiadás, és volt ennek már egy korábbi változata is, de ez a kiadás fel lett újítva. Itt olvasható is, hogy vadonatúj digitális 4K transferrel, és ez egy bővített kiadás, mert azokat a jelenteket is tartalmazza, amik csak az eredeti első olasz változatban szerepeltek. Ennio Morricone zenéjével, ugye az is klasszikus, extrák, abból is van egy jó pár, sajnos még angol felirat sincs hozzájuk, ugye egy tílus, hogy eredeti nyelven. A hang az magyar 1.0, úgy nem ajánlom senkinek, inkább az angol DTS-HD Master Audio 5.1-et. Felirat is van rajta jó sok, a kép pedig 1080p HD széles vásznú, játékidő pedig 3 óra hossza. A Bonton film adta ki, és 16-os korhatár, ami szerintem érthető. Így néz ki oldalról, szépen olvasható a cím, itt pedig az MGM logó. Na és akkor nézzük is meg belülről. Így néz ki, egy egylemezes kiadás, és kapunk egy hátsó borítót. Kiveszük a lemezt, akkor itt látható Eastwood, a háttérben pedig a temető, ahol ugye az utolsó jelenet játszódik, vagyis a film vége. Bár talán jobb lett volna, ha tükrözve teszik bele ezt a képet, és akkor itt bal oldalt látszik Eastwood, és ha benne van a lemez, akkor ez nem takarja ki félig. De igazából így is teljesen jó. És nekem ennek a filmnek a menüje nagyon tetszik, úgyhogy azt is meg szeretném mutatni, addig be is rakom a lemezt a lejátszóba. Viszont amíg betölt, addig én itt megkerestem már ugye a rendezőjét, például ugye Sergio Leone, ő az, 1929-ben született, és 1989-ben halt meg, 60 évet élt. Itt pedig a fontosabb filmjei láthatóak. Például a Jó, a Rossz és a Csúf, Volt egyszer egy vadnyugat, Volt egyszer egy Amerika, ezt is bemutattam már, ugye ez is megvan nekem. Itt is látható Eastwood a pár dollárral többért, és itt pedig egy jelenet a Volt egyszer egy Amerikából. És megkerestem még Eastwoodot is, ugye ő játsza a főszerepet, a jót, a rosszat Leon Cliff játsza, és a csúfot pedig ő Eli Wallach. Ő 1930-ban született, és idén lesz 88 éves, ha jól tudom. Itt vannak neki is a fő filmjei, itt a Jó, Rossz és a Csúf, Kelly Hősei, Nincs bocsánat, a Millió dolláros bébi, és még én ajánlom a Gran Torino-t is, azt is bemutattam már, és szerintem az is egy nagyon jó film, azt ő rendezte, és ő is a főszereplő benne. Itt is egy kép a pár dollárral többértből. Itt pedig a Piszkos Harry. És Eli Wallach is benne van, be is jelöltem, hogy ne kelljen keresgélni. Ő az, ő játssza a csúfot, ő 1915-ben született, és 2014-ben halt meg, 98 évet élt. És itt vannak a fontosabb filmjei neki is, a Hét mesterlövész például, itt a Jó, a Rossz és a Csúf, és a Keresztapa 3-ban is szerepelt. Na tehát, ennyi, és akkor itt addig be is töltött már a film.
Mindjárt meg is mutatom, ha elindul. Egyébként ez egy 1966-os, és szerintem a mai napig megállja a helyét. Szóval, aki még nem látta, az mindenképp nézze meg. Na tehát ez a menüje, hát nézzétek meg. És itt már újra is kezdődik. Úgyhogy ki is veszem. Úgyhogy ennyit szerettem volna erről a filmről. Aki még nem látta, azt szerintem mindenképp nézze meg, bár szerintem véleményem szerint ez a világ legjobb western filmje. Az IMDb-n is a top 10-be benne van, ha jól emlékszem. Na hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, majd még jelentkezem, és sziasztok!